Bevásárlóközpont és szolgáltatóház épül Magyaródon, a település Fót felőli végén, az Astra stúdiónál. Alapkövét május 30-án helyezték el. Köszönjük az Astra filmstúdiónak, hogy már mint korábban is, oly sokszor, most is partnere, segítője, fejlesztője Magyaródnak. Településünk egy gyarapodó közösség és a lakosság számára szükségessé teszi ezt a beruházást, melyet önkormányzat önmaga nem tudta megvalósítani, azonban kiemelten fontosnak tartjuk azt, hogy a lakóink igényeinek kiszolgálását, kérésének megvalósítását, ezért régóta tárgyalunk az Astra Film Stúdióval erről az együttműködésről. Emellett további előnyei, hogy gazdaság érinkítése újabb adóbevételeket előményez Magyaródnak. Büszke vagyok arra, hogy bár sok szomszédos települése vágyik egy ilyen szolgáltató és bevásárlóközpont létrejöttére, ez Magyaródon fog megvalósulni. Ezáltal nem csak új munkahelyeket teremtünk, de azt is elősegítjük, hogy lakosaink minél több időt tölthessenek közösségünkben, és ne úgy nevezzék Magyaródot, mint egy alvó település. Kívánom, hogy a beruházás mielőbb befejeződjön, és minél több magyarodi lakó élvezhesse az előnyeit. Magyarod Nagyközség önkormányzata ehhez minden segítséget megfogadni. Mindenek előtt szeretném megköszönni Magyarod lakosságának és a magyarodi önkormányzatnak azt, hogy a mi projektünket befogadták a településen, és sikerül reményeink szerint megvalósítani Magyarország legnagyobb filmes központját, amit mi Astra Filmlandnek hívunk, és ezáltal Magyaród hírnevét öregbíthetjük nemzetközi filmes világban is. Igazából a kezdetektől mi úgy gondolkodtunk, hogy a mi kis projektünk az mind a filmesek, mind a lakosság érdekeit is szolgálják, amennyire csak lehet, és ezért minden egyes részében arra törekszünk, hogy ez a filmeseknek is szolgáljon, de a lakosságnak se jelentsen nagy terhet, hanem inkább olyan szolgáltatásokat, amiket használhatnak, és kedvezőbbé tehetik az életüket. Mindig is törekedtünk a környezettudatosságra. Nemrég elnyertük az Astra stúdióval azt a fajta Albert minősítést, ami azt mutatja, hogy nagyon zöld a projektünk, nagyon odafigyelünk a környezettudatosságra, és nem szennyezzük a települést. Ezen kívül számos olyan része van a projektnek, ami nem csak a filmeseknek szól, hanem a lakosságnak is. Ennek egyik része a most alapkőletételre kerülő szolgáltató központ, mely reményeim szerint 2025 év végére legkésőbb meg is fog valósulni. Ennek része lesz egy élelmiszerbolt, illetve egy olyan szolgáltató ház, aminek jelenleg még nem tudom pontosan a bérlőit, de mindenképpen olyan szolgáltatásokat fog nyújtani, melyek nekünk is, és ugyanúgy a lakosságnak is egyformán hasznos és fontos lesz. Ezen kívül nemrég létesítettünk egy kis cateringet is, ami június 1-én fog megnyílni Kantin néven, ahol a lakosságot szeretettel várjuk a megnyitón, és reméljük, hogy ezzel is egy olyan szolgáltatást nyújtunk, amit mindenki élvezni fog.